A hírek igaznak bizonyultak. A horgászok nagy örömére megvalósult a MOHOZ évindító hal telepítése a Sukorói hajóállomásnál. Ennek keretében 12 tonna, 3-4 nyaras, fogható méretű ponty került a Velencei tóba. Mai napon 100-120 mázsa ponty érkezik, kimondottan csak ponty került telepítésre, ponyból tőponty is és tükörponty is. A horgászok nagy örömére átlagosan 1 és 3 kiló közötti halakról beszélünk, zömében 2 és 3 nyaras halak azonnal foghatóak, úgyhogy szerintem a horgászok nagyon fognak örülni. Nagy eredmény, hogy a vízszint emelkedésnek köszönhetően, amiben egyébként ezúton is köszönjük azoknak a munkáját, akik hozzájárultak, árkok kitisztítása, befolyórendszerek, mesterséges vízfeltöltés, természetesen a jó Istent is köszönet illeti a sok csapadék miatt, de most a tavalyi év után úgy látta a MOHOZ kérésünkre, hogy indokoltatóba halat telepíteni. A telepítésen ott volt Eszeli Zoltán, a térség országgyűlési képviselője is, aki megerősítette, a súlyos asszály után tovább folytatódik a Velencei tó feltöltése az erre létesült tározókból. Így talán elkerülhető az ökológiai katasztrófa. Több mint 10 centivel emelkedett a vízszint. Ezt lehet kevésnek is mondani, hiszen csak a jelenlegi vízmennyiségnek is csak a 10%-a. De hogyha úgy nézzük, ezt a déli parton, ez mondjuk egy 60-80 méteres szárazolat csík szüntethető meg majd ezáltal a legalacsonyabb vízállás esetén, ami mondjuk tavaly 56 centi volt. Ugye idén most nagyjából ugyanott tartunk, mint tavaly, ami ott az idény végére nagyon kritikusnak bizonyult. A MOHOZ szakemberei úgy fogalmaztak, reményt ad, hogy a vízállástól függetlenül ez az év egyelőre csapadékosabbnak ígérkezik, mint a korábbiak. Az elmúlt hónapokban pedig közel 50 cm-nyi víz pótlódott vissza a tóba, amely azt is jelenti, hogy a meglévő vízkészlet jelentősen frissült.